2020. augusztus 20-án került megrendezésre a városunkban a 29. nagykunsági kulturális napok rendezvénysorozat. A program keretein belül óriási érdeklődést kísérte a lovasok, a fogatok, valamint a mezőgazdasági gépek felvonulását. A gyermekeket a Langaléta Garabonciások Vitézi Mókák című előadása, valamint kézműves foglalkozás szórakoztatta. Mint megtudtuk, a felvonuláson 7 fogat, 14 lovas és 23 mezőgazdasági gép mutatkozott be. Dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter elmondta, hogy augusztus 20 a magyar állam születésnapja, Szent István napja és az új kenyér ünnepe. Augusztus 20 a magyar állam születésnapja, Szent István napja és a új kenyérnek is az ünnepe, és ennek a gondolatkörnek a jegyében zajlottak a mai programok. A kereszténység felvételére ünnepi szentmise keretében emlékeztünk, és utána a városi önkormányzat ülése volt, hát ez most a járványhelyzet fenyegetésében zárt körül volt, de olyan látvány szabadtéri programok zajlanak, amelyekre sokan eljöttek. Én örülök annak, hogy itt a múzeumparkban a gyermekműsort több százan látogatták, megnézték, és egy nagyon látványos gépfelvonulást is szemlélhettünk, gyönyörködhettünk benne, hiszen itt aztán a kisebb és nagyobb gépek, a kombájnok, traktorok, permetezőgép is felvonult, és ami fontos, hagyományőrzők adtak méltó keretet, huszárok, népviseletbe öltözött lovasok ennek a igazán látványos programnak. Szerintem akik harcolunk, most itthon vagyunk, hiszen sokan nyaralnak, de azért mégis sokan vagyunk a városunkban is, igazán gazdag programmat élvezhetnek, és még lesznek zenei események is, horgászverseny volt reggel a horgásztónál, sportrendezvények is lesznek, tehát szerintem a mostani 20-a is, bár megváltozott feltételek mellett, de maradandó élmény nyújt mindenkinek.